Ingyenesét tenni a város a fizetős zónákban élő debreceniek számára a parkolást. Az önkormányzat a parkolási rendszer teljes átalakítását tervezik két ütemben. Az első tarifa módosítások januártól lépnek érvénybe, júliustól pedig a jelenlegi övezetek helyett öt zónára osztják a fizetős parkolási területeket. Az intézkedésektől azt várják, hogy megkönnyítsék a lakosok számára a parkolást a lakóhelyük közelében, és támogassák a közösségi közlekedés használatát. Sokan álltak meg délelőtt a Szécsény utcai parkolóban. Itt januártól szombatonként ingyenes lesz a várakozás. Ez is része a parkolási rendszer átalakításának, amit két ütemben végez a város. Az új évtől megszűnik a lakóhely közelében érvényes 6000 forintos éves kedvezményes lakossági bérlet. A debreceniek ehelyett ingyen parkolhatnak az otthonuk közvetlen környezetében. A díjmentesség lakcímenként két személy egy-egy autójára vonatkozik. Más esetben a parkoló bérletek ára 16,9%-kal emelkedik. Ez a változtatások első üteme. A második intézkedés csomagot július 1-től vezetik be. Ezzel teljesen átalakul majd a parkolási rendszer. Az eddigi övezetes parkolási rendszer az ugye át, fog, át fog alakulni úgynevezett zónás parkolási rendszeré. Összesen 5 zónát fogunk kialakítani, és ezen ezen... E, e, belül, ugye, ami már említése került, 7166 darab új parkoló kerül bevonásra. Az új rendszer területi alapon felosztott, átláthatóbb. Térképen mutatjuk, melyek lesznek a júliustól érvénybe lépő zónák. Ezek határain táblák lesznek rajtuk a legfontosabb információkkal. Ezzel egy időben a parkolójegyek ára 18,6%-kal emelkedik, kivéve a klinika parkolót. Aki bérletet vásárol nem csak a saját zónájában, hanem minden további alacsonyabb besorulású zónában megállhat majd. Egy utcán belül mindkét oldalra azonos zónajelölés lesz érvényes. 10% kedvezménnyel vásárolhatja meg a felszíni parkolókra vonatkozó bérletét az, aki Debrecen városkártyával rendelkezik. Paplászló polgármester arról beszélt, felhasználó barát rendszert szeretnének kialakítani, ami csökkenti a belváros egyre növekvő forgalmi terhelését, és segíti a debreceniek parkolását a lakóhelyük közelében. Az elsődleges célunk, hogy megkönnyítsük és költségmentessé tegyük a fizető zónákban élő debreceni lakosok parkolását, a lakóhelyük közelében. A második, hogy előmozdítsuk a helyi és a közösségi, közösségi helyi, és helyi és helyközi közösségi közlekedés nagyobb kihasználtságát. A DV Parking a tervek szerint úgynevezett P plusz R parkolókat is kialakít a jövőben. Elektromos autóval a változtatások után csak a nagy által határolt kettes zónában lehet majd ingyenesen parkolni. A díjköteles időszak nem változik. A parkolási rendszer átalakításáról szóló előterjesztést november 28-ai ülésén tárgyalja a Városi Közgyűlés. A tervezett változtatásokról és kedvezményekről bővebben tájékozódhatnak a dehé.hu hírportálon.